Virágcsokor, gyűrűpárna és a nemzeti színvászalag. Alapvető kellékei lehetnek ezek a házasságkötésnek. A bátaszéki polgármesteri hivatal adatai szerint a koronavírus járvány nem szegte kedvét a házasulni kívánóknak. Több esetben kellett más időpontot keresni, mint amit az ifjú pár elképzelt, de a nyári könnyítések idején sokan mondták ki a boldogító igent. 2018-tól néztük vissza konkrétan számszerűen az adatokat. 2018-ban 33 házasságkötés volt bátaszéken, 2019-ben és 20-ban mind a két évben 37 házasságkötés volt. Az idei évben eddig 4 házasságkötésre került sor, és már 4 bejelentkezés van házasságkötésre, úgyhogy reméljük az idei év is hasonlóan fog alakulni az előzőekhez. Alapvetően, hogyha 5 évre visszanézzük, folyamatosan nő a házasságkötéseknek a száma. Az egész eljárás úgy indul, hogy a házasulni kívánó pár egy időpontot egyeztet az anyakönyvvezetővel, azon az időponton megjelennek, és akkor a személyes adatokat felveszik a tanukról róluk, illetve a szertartás körülményeit is nyilván ekkor egyeztetik le az anyakönyvvezetővel, hogy mi az igény. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy a régi hagyományos szertartási elemekből, ami mindenképpen megmaradt, az a gyűrűhúzás, végén a pezsgőbontás, a szülőköszöntő természetesen, ehhez a virágot mindig a pár hozza. És tulajdonképpen, ami már eltűnőben van, és egyre kevésbé kérik a párok, az a homoköntés, a gyertyagyújtás, tehát ennek már valahogy a szokása eltűnni látszik, nagyon ritka. Minimum 30 nappal a bejelentkezés után lehet csak megtartani a polgári szertartást, ami hétköznap a hivatal épületében teljesen ingyenes. A tendencia viszont azt mutatja, hogy egyre többen szeretnék a hivatal épületén kívül megünnepelni éltük-e fontos eseményét, még akkor is, ha ez külön költségekbe kerül. Abban az esetben, hogyha hivatali időn kívül esik, tehát hétköznapon kívüli időpontra, akkor, és ez jellemzően általában szombat, akkor 9000 forint plusz áfát kell ezért fizetni, és ha pedig a hivatal épületén kívüli helyszínre kérik, akkor pedig 6000 pluszban még 6000 forint plusz áfát. Tehát ez a két össze nyilván összeadódik, ha mindkettő tényező fennáll. Jellemzően az mondható el az elmúlt évi statisztikákból, hogy körülbelül az egyharmada van az esküvőknek itt a hivatal épületében és hivatali időben. Tehát a többi általában ezen kívüli, jobban igénylik az emberek, ebből az látszik azt, hogy a hivatal épületén kívül valamilyen meghittebb környezetben történjen. Nagyon sokszor veszik igénybe a romkertet például. Az idei évtől egy jogszabályváltozás következtében vasárnapra már nem lehet esküvőt szervezni, mondta el Kondricné Varga Erzsébet jegyző. A bátaszéki római katolikus plébánia képviselője Kürtösi Krisztián atya azt mondja, a vírus hozta megszorítások ellenére tavaly is pozitív évet zártak a házasságkötések terén, és a tapasztalat azt mutatja, hogy egyre többen kérik az egyházi szertartást is. 17 jegyes pár kötött házasságot itt a bátaszéki plébánia templomba. Hárman kötöttek házasságot, három pár Bátán, a Szentvér Bazilikában. Azt gondolom, hogy a környezetünket látva és az adottságokat nagyon pozitív, és élmény volt velük fölkészülni, még a megszorítások ellenére is, arra az alkalomra, ami az életüknek nem a célja, hanem a startja lesz, hiszen a cél az örök üdvösség mindannyiunk számára. Úgy gondolom, hogy növekedés van az egyházi házasságok terén, egyházi házasságok kötésének terén. Egyre több pár kéri a templomban való áldást, a szentségi házasságban való részesedést. Úgy gondolom, hogy ez csúnya szó, hogy azt mondjuk, hogy divat, hanem az embereknek inkább a fölismerése, hogy szükségem van arra, hogy a természet fölötti, azaz maga az Isten mellettem legyen. Lehet, hogy az a pár, aki eljön hozzánk házasságot kötni, az abban a pillanatban, vagy a felkészülés idejében nem is gondolja át, hogy pontosan, hogy mi fog történni, milyen cselekmény történik majd a házasságkötés alkalmával. De amikor visszajeleznek, akár egy év, egy fél év múlva, akkor érezzük azt, hogy az Isten kegyelme elindult a szívükben. Tehát, hogy megfogták az Isten kezét, és elindultak vele együtt a házasság szentségének útján. Hiszen a gondoknak is, meg a nehézségeknek a megoldása is, de az örömnek a megélése is,
az Istennel együtt a sokkal jobb. Mert valaki mindig ott van a hátunk mögött, aki az ő maga némaságában, sokszor csendességében meg tudja erősíteni, és meg tudja bátorítani az embernek az életét. Azoknak a pároknak, akik szeretnék Isten színe előtt egybekötni az életüket, úgynevezett jegyes oktatáson kell részt venniük. A jegyes oktatások a plébániánkon 7 alkalommal történik. 7 egymás utáni estére hívjuk a párokat. Ebben nem csak a plébános az, aki felkészíti őket, hanem a diakónusok részt vesznek, és külön házaspárokat is meghívunk, akik előadást tartanak, tanúságot tesznek a házasságnak egy-egy momentumáról, akár a gyermeknevelésről, a családban adódó problémák megoldásáról, nehézségekről. De volt egy olyan előadásunk is, ami tulajdonképpen a gyászzal, a fájdalommal is kapcsolatos volt. Hogyan tudom megoldani keresztény emberként, és hogyan tudok minden dologra figyelni, úgymond, ami a házasságban előjöhet. 2 hetente tartjuk, az idei évben február 5-én kezdünk, este 6:30-kor, pontosan azért kezdjük most egy kicsit korábban, hogy a kijárási tilalomra, úgymond, hazaérjenek a párok. A templomba fogjuk tartani, hiszen a járványügyi előírásokat itt tudjuk ugyancsak megtartani a templomban. Tehát azokat a párokat, akik 2021-re tervezik egyházi esküvőjüket, február 5-én este 6:30-kor várják a bátaszéki Nagy Boldogasszony római katolikus templomban.